Sikeres volt az uniós forrásból megvalósított Ökomama képzés Gödöllőn, a Szent István Egyetemen. A projekt eredményeit értékelő rendezvényt február 27-én tartották meg Gödöllőn, a Művészetek Házában. Mezőgazdaság és környezettudományi kar szempontjából szeretném elmondani, hogy számunkra a karnak és magának, ha egy nagyobb körben gondolkodunk, akkor magának a Szent István Egyetemnek is nagyon sokat hozott ez az Ökomama program. A hírnevünket tulajdonképpen tovább öregbítette. Azt mondhatom, hogy ennek a karnak a mezőgazdaságban, a szakmában mindenképpen ugye jó híre van, ezt a felvételi eredményeink, a hallgatói létszámunk folyamatos növekedése is bizonyítja, de hadd mondjam el azt a saját élményemet ezzel kapcsolatban, hogy még 2012 őszén, tehát nem sokkal a program megindulása után részt vettem egy szakmai konferencián, és ott az ebéd közben néhány vidéki kolléga, debreceniek, tehát nem is közeliek, odajöttek hozzám, és kérdezték, hogy nálatok tényleg elindult ez az Ökomama program, mi ez, hogy van ez, hallottam róla. Tehát számomra ez egy olyan visszajelzés volt, hogy még alig indult el a program, és már is van országos híre olyan kollégák között is, akik ezzel a területtel igazából nem foglalkoznak, ők állattenyésztő szakemberek voltak egyébként. Eljutott a híre ennek a programnak, gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy Magyarország szerte, és ezzel tovább növelte a Szent István Egyetemnek és a Mezőgazdaság és Környezettudományi Karnak a hírnevét. Míg Hollandiában a nők 67, az Unióban pedig 31%-át atipikus formában foglalkoztatják, addig Magyarországon mindössze a szebbik nem 6%-át. Az Ökomama program egyik célja a nők foglalkoztatottságának javítása volt. Azt is láttuk, hogy 5%-kal több nő érettségizik, mint férfi a teljes népesség körében, és hogyha megnézzük viszont azt, hogy a felnőttkorú nők mindössze 56,4%-a dolgozik, akkor itt megint csak van egy űr, és próbáltunk erre is rájönni, hogy vajon mi lehet ennek az űrnek az oka. És amire jutottunk, az, hogy gyermek mellett munkát vállalni ma Magyarországon az egy rendkívül nehéz dolog, hiszen már maga az anyaság is egy teljes embert kíván. Ezt ugye mindenki a saját példájából azt gondolom, hogy látja, és emellett még teljesíteni a munkahelyünkön is 10-12 órában, ez egy nagyon nehéz dolog. Viszont azt is látni kell, hogy manapság Magyarországon az atipikus foglalkoztatási lehetőségeket nem fizetik meg annyira, amennyire egy nőnek szüksége lenne rá. Tehát, hogyha csak 4 órában, 6 órában helyezkedik el, sokszor nem visz haza annyi pénzt, amennyire szüksége lenne ahhoz, hogy a családi költségvetését meg tudja oldani. Ebben próbáltunk mi egy kicsit a saját ötleteinkkel, a saját innovativitásunkkal belépni erre a piacra, és segíteni ezeket az édesanyákat abban, hogy mégiscsak találjanak utat maguknak, legyen az akár vállalkozás formájában, akár munkavállalóként. Nem számos oldalát tekintve a háttérnek, azt mindenképpen el kell mondanunk, hogy Magyarországon a nők mindenképpen kockázatosabbnak érzik a vállalkozás indítását, mint a férfiak. Ez ugye itt az Ökomamák körében is többször kiderült. Volt egy vállalkozói klub, amit a Regina Alapítvány konzorciumi partnerünk működtetett, és ott nagyon sok szó esett arról, hogy ki, hogyan és milyen körülmények között tudna vállalkozást indítani. És azt is el kell, hogy mondjuk, hogy amikor bevontuk az Ökomamákat a programba, akkor még közel 40%-uk erős elhatározáson volt azon, hogy ő majd vállalkozást fog indítani. Ehhez képest mutatni fogom majd a számokat. Most 4-en vannak olyanok, akik ténylegesen vállalkozásban tudnak dolgozni, hiszen azok a körülmények, amik között el tudták volna indítani a vállalkozásukat, azok nem segítették őket egyelőre abban, hogy ezt megvalósítsák.
Az Ökomama projekt eredményeképpen 20-an dolgoznak, Ökomama Egyesület alakult, női foglalkoztatási kerekasztal jött létre. Nem mi akarjunk tolni akár előállítóként, vagy ha az állam oldaláról nézi az ember, akkor támogatóként valamit, vagy azt is fel lehet mérni adott esetben, ha van valamire támogatás, vajon érdemes-e nekem beleugrani egy pályázatba, annak ellenére, hogy mondjuk finanszírozásilag jó lenne, de hosszabb távon lehet, hogy nem nekem való. Tehát, hogy nem mi próbáljunk megtolni egy szekeret, hanem megpróbáljuk úgy összerakni a kis vállalkozásunkat, a termékelőállításunkat, vagy szolgáltatásunkat, hogy azt egy keresleti húzóerő tartsa fönt, mert akkor lesz igazából fenntartható gazdasági értelemben is, és minden szereplő akkor tud boldogulni. A szaktanácsadás fontosságát is nem győzzük eléggé hangsúlyozni minden fórumon. Fontosnak érezzük azt is, hogy maguk a szaktanácsadók tovább képezzék magukat, és itt mondjuk egy olyan lehetőség áll fönn, ha a kismama vagy a komama szempontból nézem a dolgot, hogy akár az is egy lehetőség valakinek, hogy ökoszaktanácsadóvá és ökoszaktanácsadás szolgáltatójává váljon, képezze magát, vagy pedig igénybe vegye ezeket a lehetőségeket, mint segítséget. És itt a kutatási oldalról az is fontos számunkra, akik ezzel foglalkozunk, hogy szaktanácsadásba beépüljenek azok a gyakorlati kutatások, amelyek segítséget nyújtanak az ökotermeléshez. A rendezvény része volt a Mini Ökomama piac, a képzésen részt vettek jelentek meg termékeikkel. A galgahévízi Novák Brigitta gyógynövényeket termeszt. Én korábban környezetmérnökként végeztem egyetemen, és hidrogeológusként dolgoztam az Állami Földtani Intézetben, és a gyerekekkel otthon lévén úgy gondoltam, hogy így próbálom magam hasznossá tenni, ezért kezdtem el foglalkozni a gyógynövény és fűszernövény termesztéssel, és hát közép-hosszú távú célom, hogy ebből egy teljes vállalkozást, egy főállású munkát tudjak magamnak teremteni. Egyébként az Ökomama képzés során, amit tanult, abból mit sikerült felhasználni az életben? Én nagyon sokat köszönhetek az Ökomama képzésnek. A szakmai ismeretekben viszonylag kevés új ismeretre tettem szert, hiszen én korábban már nagyon sok hasonlót tanultam, de a gazdasági vonal, az értékesítés, a jogi segítségek, illetve a vállalkozás fejlesztési rész, amit elsősorban a Regina Alapítvány vitt, abban nagyon sok hasznos információt és gyakorlatban alkalmazható tudást kaptunk. Itt számos termény, gyógynövény látható. Melyik honnan való? Otthon is termesztik, ugye gondolom, meg gyűjtik is. Így van, egy részét otthon termesztjük magunk, egy másik részét pedig gyűjtjük országszerte Somogyban, illetve itt helyi környéki erdőkben, illetve akár a Bükkben is. Hát egyre nagyobb területen termesztünk saját magunk levendulát, kakukkfüvet, körömvirágot, tárkonyt, lestyánt, majorannát, rozmaringot, tipikusan fűszernövényeket, amiket meg gyűjtünk, a medvehagyma, csipkebogyó, kökény, galagonya, tehát jellemzően az erdei termések. Tapasztalatai szerint mekkora a kereslet manapság Magyarországon, vagy itt a térségben ilyen gyógynövényekre? Én azt gondolom, hogy van egy viszonylag szűk vevőkör, akik erre abszolút nyitottak, de társadalmi szemléletformálással, illetve ezeknek az egyre nagyobb mértékű ismertetésével egyre több ember válik nyitottá ezeknek a termékeknek a fogyasztására. A kaltali Deákné Sandra Lívia is részt vett az Ökomama képzésen. Elsősorban búzát, napraforgót, kukoricát termeszt a család. Nagyon sokat tanultunk ebben a programban, főleg azt, hogy lehetne vegyszermentesen és vegyszerek nélkül termelni. Sajnos Kartalon is nagyon sok gazdálkodó használ vegyszert, de megpróbáltunk végülis leginkább a kertben a család miatt is vegyszerek és műtrágya nélkül termelni. Melyik azok a termények, amelyekre elsősorban koncentrálnak, amiket termesztenek otthon? Hát igazából szántóföldi növényeket termesztünk, tehát búzát, napraforgót, kukoricát. Állataink vannak, amiknek ugye termesszük, és borsóval is foglalkozunk, borsót itt szoktunk ültetni. Hát meg a kertben ugye egy kis fűszerpaprikát, és abból a fölösleget el szoktuk adni.
Tapasztalata szerint mennyire van kereslet jelenleg Magyarországon, illetve a térségben ezekre az öko termékekre? Hát eleve szerintem az ára miatt kevesebb, szerintem kisebb a kereslet, de úgy veszem észre, hogy egyre inkább megjelentek a nagyobb áruházaikban is, úgy vettem észre a biopultok, és úgy látom, hogy egyre jobban keresik a biotermékeket. A Szadai Varga Farkas Edit Sára az Ökomama képzés hatására ökoklubot szervez Veresegyházán. Tehát a lekvárja, ami fölösleg van, azt el tudom adni. Ezért most ez csak itt bemutató jellegű, mert a többi már elfogyott. Tehát, hogy ez a pár üveg maradt. Valamilyen titkos recept alapján készülnek esetleg ezek? A titka az, hogy érett és vegyszermentes gyümölcsből készülnek. Tehát nem éretlenül leszedett, agyonpermetezett gyümölcsökről van szó. Egyébként önök terveznek képzést is Veresegyházán, egy ökoklubot alakítanak ki, és ott lesznek előadás. Igen, ez az Ökomama képzésnek a folytatása lesz, vagyis annak szánom. Egy kicsit népfőiskolás jelleggel, tehát az egymástól tanuláson van a hangsúly. Természetesen nem csak ökomamák, hanem külső érdeklődők is bejöhetnek, meghallgathatják az előadásokat, sőt ők is tartatnak. Megbeszéljük egymás között, hogy kit mi érdekel, és akkor ebben a témakörben beszélgetünk. A gödöllői Katona Rita, aki virágkötő és vadászképzettséggel is rendelkezik, az Ökomama projekt révén ökoturisztikai szakértővé vált, és közel áll egy tervének a megvalósításához. Itt számos állatot láthatunk, gondolom ez a családi birtokról való, és gondolom már korábban is állatokkal foglalkoztak, vagy foglalkozott. Igen, családi gazdálkodást üzemeltetünk édesapámmal itt Gödöllőn. Juhászat a fő profilunk, de emellett egyéb háztáji állatot is tartunk számos. A szamártól, a gyöngytyúkon keresztül, nyulaktól kezdve mindenféle állat megtalálható nálunk, lovak is. És ebből szeretnénk kiszakítani egy olyan szeletet, amit nagy közönségnek is meg tudunk mutatni, mert hát ugye egy ilyen állattartás azért szigorú szabályokhoz kötött, illetve az állatok érdeke az, hogy ne menjen be közéjük boldog-boldogtalan, mert ugye ennek egészségügyi következményei lehetnek. Ezért szeretnénk egy olyan bemutató jelleggel minden állattípusból pár fajtát megmutatni, amihez egészen közel is bátran oda mehetnek akár gyerekek is, és nem történik velük semmilyen komoly olyan dolog, ami esetleg sérülést okozhatna, és meg tudják nézni közelről az állatokat, illetve a folyamatát, hogy mire kell figyelni egy állattartásnál, és akár egy egészen pici udvarban, vagy lakásban is tartható olyan állat, ami egy embernek a szívét megmelengeti, olyan érzéseket kelthet benne, amit ugye embertársainktól nem nagyon kapunk már meg a mai világban. Mikor valósulhatnak meg ezek az elképzelések? Ezt a közeljövőben mi tervezzük, csak egyelőre még nem adottak a feltételek ahhoz, hogy ezt mi megnyissuk, még cégileg kell utána járnunk, hogy mi az a háttér, ami még szükségeltetik ehhez. Olyan 90%-osan készen vagyunk már a nyitásra. Most tulajdonképpen a vendégháznak a teljes ellátása miatt, hogy ugye tulajdonképpen a ételital és egyéb dolgokat is teljes mértékben tudjuk prezentálni a vendégházhoz. Ezt olyan mértékben, hogyha esetleg olyan vendég érkezik hozzánk, akinek ételallergiája van például, akkor ezt is fogjuk tudni biztosítani, hogy gluténmentes, lisztérzékeny. Van olyan kapcsolatunk, aki kifejezetten így főznek, és partner kapcsolatba állhatunk majd velük, amint megindultunk. Egyelőre azt várjuk, hogy a konyhánkat megkaphassuk, amiből ezt így az egészet el tudjuk indítani. Az Ökomama piacon ikladiak, szigetszentmiklósiak, csömörek is megjelentek portékáikkal.